Szép jó napot kívánok! Önök az Élő Örökség adását látják. Miben hasonlított az osztrák-magyar monarchia Amerikához? Miért lettek sikeresek azok a filmesek, akik a monarchia színházain nőttek fel, aztán később a legnagyobb hollywoodi stúdiók alapítójává váltak? Mit tudott adni Lehár és Molnár Ferenc a világ filmiparának, amit egyébként a mai napig is hasznosítani tud? Bécs, Budapest, Hollywood, egy új könyv, egy új nézőpont a filmtörténet hőskorából. Egészítse ki! Ez a gyakori utasítás első alkalmazása a filmvászlon Ernst Lubitsch nevéhez fűződik. Lubitsch rájött, hogy a legizgalmasabb filmeket úgy alkothatja meg, ha szövetségesként használja a hatalmas, parlagon heverő potenciált, a nézők agyát. Lubitsch volt az első, aki nem akart mindent megmutatni a filmen. Ráérzett, hogy a csukott ajtó mögött érzékibb ágyjelenetek játszódnak le a nézők fejében, mint amilyet bárki rendezni tudna. Ez az off-screen jelenetek alkalmazása, és persze a humor, a poén után, mikor már nem is reméled, nagyjából ez az úgynevezett Lubitsch touch alapja. Muszatics Péter szerző szerint például a Lubitsch touch működési mechanizmusa igazi európai gondolkozása val. Sőt, közép-európaira. Hogy miért? A választ a dualizmus korában kell keresnünk. Sőt, még előtte. Az osztrák-magyar monarchia a 19. század legnagyobb sok nemzetiségű birodalma. 52 millióan. Németek, magyarok, lengyelek, ukránok, csehek, szlovákok, szlovének, szerbek, horvátok, bosnyákok és olasz polgárok lakták. Vegyes, kevert területű, népességű, származású, vallású államalakulat volt. És ugye éppen ezért a népszerű kultúrája is nagyon sajátosan jelent meg a történelem egy bizonyos szakaszában, tehát a 19. század második felében és a 20. század első felében. Ugye a birodalomnak a fővárosa Bécs volt, de kezdett fölzárkózni mellé Budapest a kiegyezés után, tehát 1867 után, és kialakult két olyan birodalmi központ, ahol egy nagyon sajátos népszerű kultúra alakult ki éppen a századfordulón, tehát 1900 körül. És ez ugye részben a bécsi világszínházban gyökerezik. Ugye mi a világszínház? A világszínház az ugye részben vallási eredetű, egy univerzális világmagyarázatot közvetítő színház, amiben ugye megszemélyesített karakterek vannak, bizonyos sémák, olyan alakok és olyan szereplők, akik valami általánosabbra utalnak. A világszínház a barokk korban gyökeredzik. Lényege, hogy kulturális beágyazottság nélkül is érthető az előadott történet. A monarchia lakosságának pedig épp erre volt szüksége. A világszínház és hamarosan modern utódai, az operett és a vígjáték lett a közös nyelv, amit mindenki megértett. Ennek ugye megvan az oka, hogy ez miért alakult ki, hogy a Bécs egy birodalom fővárosa volt. Tehát ott nem nagyon foglalkoztak ilyen úgymond partikuláris, tehát részletekbe menő témákkal. Míg mondjuk Prágában, Budapesten, más különböző központokban, tehát lengyel, horvát, román és más központokban ugye az volt az elsődleges cél, hogy a különböző népcsoportok kultúrája önmagát definiálja, tehát hogy mitől magyar egy színdarab, vagy mitől román egy regény, vagy hasonló. Bécsben az föl sem merült, tehát ott ugye egyszerre tudtak fordulni az általános emberi felé, és hát bizonyos ilyen apróbb részdolgok felé, mondjuk, hogy milyen egy kerületnek a sajátos közege Bécsben. A bajuszos úr világsztár, Franz Lehár, vagyis Lehár Ferenc, a Lehárgásze névadója, a vígözvegy sikerszerzője. Operettmester. Az operett lett az új műfaj, amely képes volt egyszerűsített karaktereivel és cselekményével tömegeket magával ragadni. A műfaj európai központja Bécs lett.
kialakult egy olyan elbeszélő nyelv, ez főleg a bulvár darabokra és az operetre jellemző egyébként, amit mindenki megértett. Tehát függetlenül attól, hogy ezt Fiuméban, vagy Innsbruckban, Lembergben, vagy Kolozsváron, Prágában, vagy Sopronban adták elő, azt megértették. Tehát például a Víg Özvegy című operettet, vagy akár Johann Strauss-t is említhetnénk, Kálmán Imrét és másokat, ezeket az operetteket megértették, a cselekményüket is, és a zenéjüket is. Ez persze óhatatlanul leegyszerűsítések által működött klisék alkalmazásával. Némelyik klisé buta volt, némelyik meg okos. Zeneileg is igaz, gondoljunk mondjuk a Csárdás idézetekre, vagy a Mazurka idézetekre. Amikor azt meghallotta a színházban a néző, akkor pontosan tudta, hogy itt most még egy magyar motívum következik. És az épp úgy vonatkozott bizonyos dramaturgiai klisékre, hogy például a szegény lány és a gazdag fiú szerelme, és meg sorolhatnám a különböző elemeket. Lehár maga Komáromban született. Apja katonakarmester és multitalentum. Tudott hegedülni, gordonkázni, játszott kürtön, klarinéton, fuvolán. Ferenc orgonán és hegedűn tanult meg. Volt színházi hegedűs, majd apja nyomdokain katonazenekari karmester is. Majd első operettjének, a Bécsi asszonyoknak sikere után már csak szerző. Anyanyelvén a magyaron kívül beszélt németül és csehül, de operettjeinek nyelve univerzális volt. Az operett mellett még Molnár Ferenc vígjátékait is megemlíthetjük. A Játék a kastélyban, vagy az Olimpia egész Európában nagy sikert aratott, és filmek is készültek belőlük. Európa legheterogénebb államában alakult ki az a végtelenül leegyszerűsített színpadi beszédmód, amely később alkalmas volt arra, hogy a film gyökere legyen. Kialakult egy olyan történetmesélési módszer, ami tulajdonképpen mindenki számára érthető volt. De tulajdonképpen ez a barokkban gyökerezik, ugye az előbb említett barokk világszínházban, de persze ez csak a gyökere, hiszen aztán rengeteg más hatás ért, a párizsi bulvár hatása felmérhetetlen, és nyilván ugye az opera és az operett, tehát részben a párizsi operett hatása is nagyon erős, akkor ugye az olasz komédia dell'arte hagyományai, akkor ugye ne felejtsük el azokat a más francia, cseh, magyar, olasz elemeket, amik ugye Bécsben érték ezt a sajátos közeget. Tehát mind ez ebben a nagyon sajátos, ilyen politikailag egyébként nagyon törékeny közegben a 20. század első felében egy ilyen tömegkultúra kialakulását eredményezte. Az első világháború aztán szétzúzta a törékeny birodalmat, és vele elindultak az emigránsok is Amerikába. Köztük a leendő hollywoodi stúdió alapítók, rendezők és színészek. Nem elég, hogy magyar vagy, tehetségesnek is kell lenned, állt a legenda szerint egy hollywoodi producer falán. Vajon miért lettek sikeresek odakint a magyarok? Az érdekelt kezdettől, hogy persze örülünk annak, hogy XY magyar vagy osztrák származású volt, és büszkék vagyunk arra, hogy például Adolf Cukor, Cukor Adolf, ugye Ricsén született Borsod megyében, és aztán ő alapította a Paramount Pictures-t, fiatalon elment, és ugye a Hollywood legkorábbi időszakában nagy stúdió alapító lett. Hogy ugyanaz igaz, a Tolcsván a Ricsétől nem messze született Fried Vilmosra, aki ugye William Fox néven a 20th Century Fox filmstúdió egyik alapítója lett, és még sorolhatnék mindenféle világhírű magyar származású művészeket. Ez egy remek dolog, büszkék vagyunk rá, de engem a titkuk érdekel. Tehát igazából az, hogy miért éppen ők, és hogy történt ez az egész. Nem minden nagy stúdió alapító jött a monarchiából, de majdnem mindenki közép-európai volt. A Warner Brothers alapítói Varsó mellől, Sam Goldwyn Varsóból, Louis B. Mayer Minskből, a Universal Pictures alapítója, Carl Laemmle pedig Bajorországból érkezett Amerikába. Volt, aki egyszerűen csak a becsvágy vagy a lehetőségeinek megvalósítása miatt távozott. Volt, akinek el kellett mennie, hiszen ugye gondoljunk arra, hogy a 20. század első felében volt egy vagy két generáció, aki megélte az első világháború borzalmait, az azt követő különböző forradalmak és átrendeződések borzalmait, Trianont, akkor a különböző üldöztetéseket, a népirtásokat, Auschwitzot. Tehát tulajdonképpen néhány évtized alatt
olyan mérhetetlen történelmi borzalom áradt ki Közép-Európából, hogy ugye jó néhányan, szintén több hullámban történt, elhagyták Közép-Európát, nem csak magyarok, hanem ugye lengyelek, osztrákok, csehek, zsidók, mások, sok, nagyon sokféle ember ment el, és valamiképpen ugye magukkal vitték azt a történetmesélési módot, amit itt tanultak meg Közép-Európában. A történetmesélés Közép-Európából az amerikai film dramaturgiájába olvadt vázlatosan. Három felvonásos dramaturgia, a cselekményt sokszor a főhős mozgatja, a főfordulatok közérthetőek, a helyzet komikum pedig kifinomult. A jelenetek felépítése virtuóz, meglepetéssel és irányváltással tartják ébren a néző figyelmét. Ezt vitték Péter szerint innen Közép-Európából Amerikába. Ez valahogy a vérükben volt, az, hogy hogyan tudok én nagyon egyszerűen elmesélni egy történetet egy nagyon heterogén közönségnek, hiszen gondoljunk arra, hogy az amerikai közönség szintén nagyon heterogén volt, épp úgy nagyon sokféle emberből állt össze, mint a közép-európai közönség. Ugye Amerikában rengeteg bevándorló érkezett, voltak köztük ír, angol, olasz, lengyel, argentin, mexikói és mindenféle származások. Viszont volt egy óriási különbség Közép-Európa és Amerika között, hogy még Közép-Európában elkülönülni akartak az emberek. Tehát önálló nemzetállamot akartak, önálló identitást akartak, és nagyon sokan, nagyon sok népcsoport, nagyon sok ország ugye mindenáron arra törekedett, hogy egy önálló identitást hozzon létre, mondjuk Csehszlovákiát, vagy Jugoszláviát, vagy egy sajátos magyar, vagy egy sajátos román identitást, vagy akár egy magyar, egy nagyon sajátos osztrák identitást. Ezzel ellentétben Amerikában pontosan ellenkező volt a helyzet. Tehát ott az emberek 100%-osan, sőt 150%-osan be akartak illeszkedni az amerikai társadalomba, jó amerikaiak akartak lenni, maguk mögött akarták hagyni a általuk rossznak érzett, hiszen azért mentek el, mert nem érezték itt valószínűleg jól magukat, világot, és tiszta lappal új életet akartak kezdeni amerikaiaként. Tehát ez egy óriási különbség. Viszont ugye nem volt közös mítoszuk még. És ugye a 20. század legelején, tehát az első évtizedekben a film a messze a legnépszerűbb művészeti ág volt az, amelyik tulajdonképpen nagyrészt megteremtette Amerika mítoszát. A tiszta lelkű lágyokkal, a gyönyörű külvárosi sorházakból, a bátor cowboy-jal, csak különböző városi típusokkal, és ugyanaz vonatkozik a különböző műfajokra is. A film műfajai a közönséggel kölcsönhatásban fejlődtek. A közönség szerette a cowboyokat, a producerek gyártották a westernt. Itt jelentek meg, ugye különböző hullámokban érkezett emigránsok és az ő filmjeik és az ő sajátos témáik. Amik közül nagyon sok egyébként osztrák vagy magyar színdarab alapján készült, tehát nem csak a készítők, mondjuk a rendező volt közép-európai származású, hanem az alapul szolgáló irodalmi mű is. Tehát például Ernst Lubitsch, aki ugye Hollywood aranykorának talán az egyik legmeghatározott rendezője volt, ő 8 magyar színdarabot filmesített meg pályája során, és ezek közül jó néhány a mai napig ugye a legnagyobb amerikai klasszikusok közé tartozik, de még sorolhatnánk más műveket és szerzőket is. Lehár vígözvegyéből Erich von Stroheim készített filmet elsőként 1925-ben. Ez még néma film volt, majd jött 31-ben tanítványa Ernst Lubitsch, és világsikert aratotta Merry Widow-val. Lubitsch volt az első sztárrendező, olyan brandet építettek köré a Paramountnál, mint a színészek köré szoktak. A már említett Lubitsch Touch volt a brand fő eleme, Billy Wilder pedig az egyik legnevesebb tanítványa lett. If I knew the formula, you know, I would patent it, but nobody quite knows how to arrive at it, but the best illustration
which I use when people ask me about the Lubitsch dolls. You open up in the bedroom of the king, Barbier, and the queen, and he's getting dressed, and there's little nose rubbing and tickling and saying it's all very sweet, and she's very nice to the king. Now he leaves the bedroom, he's dressed, leaves the bedroom, and as he leaves the bedroom, we see that at the door, with a sword standing there and clicking his heels, is Maurice Chevalier. And he's now watching the king, and the king is going down some steps. It's a long staircase that leads down from the bedroom of in that palace. Boom, 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 boom. Now we cut back to Mr. Chevalier, and he sees that the king is leaving, and he now enters the bedroom of the queen. The door is closed. You don't cut into the bedroom. Now, as the king is descending, Barbier, he suddenly sees that he forgot the belt and the sword. He turns around and he goes up the steps, back into the bedroom. Now we have a situation going. Now he opens the door, goes in, the door closes. We are still outside, we're never inside. Now the king comes out and he's got the belt and he's got with the sword, right? And he is smiling, and now he's going down the step, boom, 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 and suddenly he tries to put it on, and it's not his belt, it's much too small for him. Now back he goes again, and now he finds him under the bed, right? But you see how he operates that thing, you know? It's all done with a kind of a côté, kind of throwing it away. So that is the Lubitsch touch. A tipikus hollywoodi film szerkezete egyszerű sémára épül. Bizonyos ilyen alapvető dramaturgiai elemek, tehát például azt, hogy hogyan irányítjuk a cselekményt, tehát egy bizonyos mérföldköveket a történet elmesélése során nagyon egyértelműen, nagyon tisztán, nagyon világosan rögzíteni kell, és akkor utána már lehet játszani, hogyha a néző számára már egyértelmű, hogy mi az alaphelyzet, és tudjuk, hogy ki a hős, és mit akar, és hova akar menni, akkor a néző megnyugszik, és attól kezdve már lehet játszani. Ezzel. Gondoljunk arra, hogy ezt mennyi Ernst Lubitsch filmben jelenik meg, de arra is gondoljunk, hogy ez például mennyi Quentin Tarantino filmben jelenik meg. Tehát akkor tud valaki mondjuk Hollywoodban, a hollywoodi fősodor keretein belül játszani, hogyha bizonyos elemek egyértelműen rögzítve vannak. Alapvetően a forgatókönyvírás kezdetén meghatározták a karaktereket és leosztották a szerepeket. A sztori három felvonásos volt, meghatározott arányban felosztva dramaturgiai fordulópontokkal. És ezen kívül volt még valami plusz, amit a közép-európaiak hoztak Hollywoodba, mondja Péter. Az a fajta nagyon sajátos, közép-európai eredetű élettapasztalat is megjelenik ezekben a filmekben, amiben mindig van valami. Én ezt a könyvemben úgy fogalmaztam meg, hogy az Abgrund, tehát ez egy német szó, és azt mondja, hogy a szakadék. Tehát ugye ezek az emigránsok többnyire belenéztek a szakadékba. És ugye azért mentek el, mert pontosan tudták, hogy bármi megtörténhet. Tehát ez a minden megtörténhet tudata, hogy én túléltem, itt vagyok Amerikában, De pontosan tudom, hogy egy forradalomban, vagy egy háborúban, vagy hogyha egy népcsoportot üldöznek, akkor mi történet. Most ez a fajta ilyen fatalizmus, egy mély életbölcsesség, ez az, ami még megjelenik ezekben a filmekben. Billy Wilder Legénylakás című 1960-as Oscar-díjas filmjében a kis hivatalnok és a liftkezelő lány románca sokszor vesz olyan fordulatot, hogy nem lehetünk biztosak a happy endben. Vagy itt van Wilder másik nagy klasszikusa, a Van, aki forrón szereti. Ez is több egy egyszerű vígjátéknál. Ha figyelmesen nézzük a film elejét, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen a két hősünk előtt, ugye Tony Curtis és a Jack Lemmon előtt, és minden kapu bezárul, majd hogy nem meghalnak, és azért kell a gengszterek elől menekülve egy szál ruhában, a hóesésben, az átlőtt hegedűvel, nőnek öltözve Floridában menekülnek, hogy egyáltalán egy életben maradjanak. Tehát egy olyan határhelyzetre viszi a Billy Wilder őket, ami nagyon is áthallásos, tehát látni véljük mögötte a,
a Diamondot, aki a forgatókönyvírója volt, egy román születésű ember volt egyébként, és a Billy Wildert, aki ugye osztrák születésű volt, és pontosan tudta, hogy mennyit ér az élet, és mi az igazi tartalma ennek, és képes volt mindezt szórakoztató módon, de nagyon mélyen megfogalmazni. A közép-európai kivándorlók által feltalált dramaturgia ugyan tanulható, de az élettapasztalat nem átadható. A későbbi rendező generációk a könyvszerzője szerint megtanulták ugyan azt, amit a nagyöregek a filmszerkezetről tanítottak, de nem élték át mindazt, amit ők. Így a forma megmaradt ugyan, de a tartalom már veszített abból az édesbús közép-európai bájból, amiért Hollywood hőskorában a legnagyobb népszerűség, siker és karrier járt. And when I kissed you. Köszönjük a figyelmüket, ez volt az Élő Örökség. Jövő vasárnap ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Addig is műsorainkat visszanézhetik az Eko TV honlapján. Viszontlátásra!